A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, korán sem véletlen, hogy rengeteg könyv van itt előttünk, annál is inkább, mert hogy az indítatásról hadd beszéljek. A Vörösmarty Társaság a közelmúltban elindított egy új programsorozatot, ami azt hiszem, hogy az irodalomkedvelők számára nagyon-nagyon fontos, és az íróasztal program keretében volt vendég Schmölcz Margit, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a meghívást. Aki az esztergomi Helyiser József Városi Könyvtár és a Kapcsolatok Háza igazgatója egyéb iránt. Ős esztergomi, ha úgy tetszik, de ős székesfehérvári nem különben, hiszen a szüleinek köszönhetően, bár Esztergomban született, de Székesfehérváron nőtt fel. Egyébként a Történelmi Regényírók Társaságának tagja, egyben alelnöke is. Nos, hát akkor beszélgessünk a könyvekről, hiszen ez nagyon fontos adalék egy pályához mindenképpen. De ahhoz, hogy elérjünk eddig, addig egy kicsit nézzük meg a székesfehérvári időszakot, hiszen tekintve, hogy édesanyja és édesapja is itt dolgozott, tehát némiképpen székesfehérvárivá vált, annál is inkább, hiszen már a mai vízivárosi általános iskolában kezdte meg tanulmányait, akkor Vorosilovgrádnak hívták, de se baj. Majd a Vasvári Gimnázium következett. Kicsit beszéljünk az általános iskoláról. Hogy kedveli meg valaki, egy ifjú hölgy, az olvasást, az írást, illetve volt-e előzménye, hogy a könyvek szerelmese lett? Persze, sosem gyökér nélkül alakul ki az emberben. Nagyon jó tanáraim voltak az általános iskolában. Nem kimondottan az irodalomra hívták föl a figyelmünket, hanem inkább a kíváncsiságunkat ébresztették föl a világ dolgai iránt, és ez szerintem nagyon fontos a gyermekek nevelésében. De ezen kívül a nagymamámnak is fontos szerepe van abban, hogy író lettem, mert nagyon sok mesét olvasott. Illetve még a Schmölcz szálhoz annyival kapcsolódnék a fehérvári gyökerekhez, hogy én itt nőttem föl, de a Schmölcz család régi fehérvári gyökerekkel rendelkezik. A sporttelepnek a területét annak idején a Városszépítő Bizottság keretein belül az egyik ősöm is gondnokolta. Aztán jött a középiskola. Én azt hiszem, hogy Székesfehérvár középiskolákban gazdag, jó középiskolákban természetesen. Önnek a Vasvári Pál Gimnázium jutott. Én azt hiszem, hogy ha valaki keresi a gyökereket, az irodalomhoz való kötődését, akkor a Vasvári az tökéletes erre, annál is inkább, hiszen Sobor Antal volt a magyar tanára. Én azt hiszem, hogy Sobor Antal itt Székesfehérváron is legenda immáron. Sajnos már nem lehet velünk, de nagyon sok mindent lehetett tőle megtanulni, mondom én. Igazából nem ő volt az irodalomtanárom, viszont irodalmi fakultációra hozzájártam, és nagy meglepetés volt számomra az a mélység és magasság, amit ő meg tudott mutatni a fakultációkon. Akkor éreztem meg először, hogy annyi sok kincs van az irodalomban, amit az ember győzzön egész életében megszerezni, megismerni. Ugyanakkor a felelősséget is megmutatta. Tehát ő nem viccelt a verstannal, ő komolyan vette az irodalomtörténetet, és ez a szakma iránti alázat, ez talán onnan ered az emberben, hogy ő megmutatta, hogy ezek nagyon véresen komoly, szerethető, de tudnivaló dolgok. Tehát voltak éppen eleve elrendelés volt, hogy a pályája, a hivatása és az irodalom köré csoportosul sok-sok főiskola és egyetemet követően, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy
Esztergomba került. Ugye az Esztergom Vitéz János római katolikus tanítóképző főiskolára. Ez választás volt, vagy tehát a tanítás iránti igény, vagy pedig úgy döntött, hogy tanító művelődés szervező lesz alapból? Teljesen véletlenül keveredtem az esztergomi főiskolára. Szerettem volna gyógypedagógus lenni, és abban az évben nem vettek föl arra a főiskolára, és pótát jelentkezéssel jutottam teljes véletlenül az esztergomi főiskolára, de nem bántam meg, mert abba Ilona személyében egy remek művelődés szervezés, művelődés történész tanárom volt, és őtőle nagyon sokat tanultam az irodalomkutatásról, a művelődés történetéről, úgyhogy ővele kétszer OTDK-n első helyezést sikerült elérnem, az orvoslás történeti dolgozataimmal, és az első regényem is ebből táplálkozik tulajdonképpen. De aztán elindult a további útján, hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon fontos volt az ön számára a tanulást is, hiszen az ELTE és a Debreceni Egyetem is befogadta és végzett is. Én azt hiszem, hogy ilyen értelemben kiteljesedett. Igen, hát végül a könyvtáros hivatás vált a legfontosabbnak számomra, vagy legfontosabbá számomra. Így aztán a Debreceni Egyetemen szereztem meg végül az informatikus könyvtáros végzettséget, de közben már egy kicsit az írással is szemezgettem. Tehát a könyvtár az alapvetés volt nyilvánvaló. Mi volt az indítatás, amit megkapott az egyetemen ahhoz, hogy a 21. századhoz bizonyos értelemben kapcsolódva népszerűsítse a könyvet? Hiszen azért valljuk meg, egyre kevesebbet olvastak az emberek egy bizonyos időszakban, és ez addigra tehető, hiszen itt a 2000-es évek elején járunk. Akkoriban, amikor én a Debreceni Egyetemre jártam, akkor nagyon, nagyon fontossá vált az, hogy a könyvtár az interneten is megjelenjen, minden könyv megfelelőképpen föl legyen dolgozva, elérhetővé váljon, és a könyvtárosok képesek legyenek arra, hogy közvetítsék online módon is a könyvtári kincseket. Nem egyértelmű még a mi generációnk számára, tehát az 50-es generáció számára, vagy nem volt egyértelmű, hogy igen, a könyvtárosnak az online világban is járatosnak kell lennie. Ezt a mi generációnk járta ki, és szerintem nem járunk rossz úton. Ez rendkívüli felelősség mindenképpen. Én azt hiszem, ez a 21. századra mindenképpen vonatkozik. Mint ahogy nagyon fontos az az út is, amit megtett. Ahogy olvastam, középiskolásként verseket írt. Aztán jöttek a tudománytörténeti ismeretterjesztő művek. Miért érezte fontosnak, hogy a fiatalokkal is megismertesse ezt a részét az irodalomnak? A saját tapasztalataimból indultam ki. Én történelem órákon nem annyira szerettem azt a módot, ahogyan bemutatták ugye az emberiség történelmét, vagy akár a magyar történelmet is. Valahogy én úgy éreztem, hogy mindig háború és konfliktus centrikus a történelem tanítás, és nekem ez annyira nem tetszett. Ugyanakkor háttérbe szorultak, azaz engem nagyon érdeklő, és szerintem sokkal nagyobb méltatásra érdemes dolgok, mint például a tudomány története, az orvoslás története, a művészet, annak bármelyik ága, és azt gondoltam, hogy ezek érdekes dolgok, és annyi furcsaság és érdekesség van benne, amit a gyerekeknek meg lehet mutatni, hogy innen született aztán a tudománytörténeti könyveimnek az ötlete. Igen, hát ez egy valóságos stílustanulmány, mondom én, hiszen korántsem mindegy, hogy miként szólítjuk meg a fiatalokat. Lehet, hogy egy túlságosan is tudományos kötet sokkal inkább eltávolítja attól a fiatalt, hogy olvasson, vagy kicsit mélyebben utána nézzen, de hát itt most nem ez történt, mert hogy azért folytatta, és meg is érkeztünk a Kőkövönhöz, az első regényéhez, de mielőtt erről beszélgetnénk, hogy miért gondolta úgy, hogy az orvostörténet kiemelt helyet foglal el az írói, és általában az életében, hiszen ehhez nagyon komoly kutatások kellenek. Főiskolásként az orvostörténettel foglalkoztam, ugye a tanárnőmnek a biztatására, és nagyon elmélyedtem ebben a témában, tehát a 4 főiskolai évet szinte végig kutattam levéltárakban, könyvtárakban,
Az utolsó két évet már kimondottan a székesfehérvári egészségápolás történetének a tanulmányozásával foglalkoztam. Nagyon száraznak tűnik, ám annál izgalmasabb téma. Nagyon sok érdekességet leltem a levéltárakban, és a szakdolgozatom is ebből készült. Ugyanakkor pontosan tudtam, hogy egy szakdolgozat az bekerül egy könyvtárba, és senki sem fogja elolvasni. Viszont szerettem volna, ha az emberek meglátják ezeket az érdekességeket, és így született a kőkövön ötlete, amelybe belefűztem ezeket az érdekességeket, de nem ez adja a könyv gerincét, hanem női történetek. No, akkor most hallgassunk meg egy rövid részletet, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy személyesen közölje velünk mindazt, amit jónak lát. A kőkövön 4 különálló fejezetből áll, mindegyik önállóan is megállja a helyét, akár novellaként, és a közepén egy középnyolcas nevezetű fejezet szerepel, amely a telt múlt az időt fejezi ki, ez egy egészen rövid kis fejezet, ezt szeretném felolvasni. A hófehér mészkőtömb nem vált a Johannit a kolostor falává, vérben ázott, átokkal verte egy lápi boszorkány, majd István, a Johannita lovag, szentelt víztartót faragott belőle. A kő, magába zárva a rontást, két király életét oltotta ki. Második Géza és második Ulászló kínok között pokolból támadó betegségekben haltak meg, csak mert megérintették. De az átok csupán a hatalmasokon fogott. Mikor a törökök Fehérvárig vonultak, porig rombolták a fér várost és a Johannita kolostort. Szefer bin Mustafa, a nagyhangú fürdős vásárolta meg a kolostor köveit és a köztük megbúvó szentelt víztartót. A hófehér mészkőből faragott edény, a 4 ember fejjel az oldalán, ártalmatlanul simult az új török fürdő építésekor a kőhordók és a kőművesek kezébe, senkiben sem tett kárt. Nos, igen. Tehát a középkori orvoslás és a női lélek miként kapcsolódik, hiszen ez a sajátos hangulatú nyúlván, ahol az idő, ahogy olvasom, hol lelassul, hol felgyorsul, és ráadásul ugye minden regényében megvan a középnyolcas fejezet, ahol az esetlegesség és az idő múlása kapcsolódik össze. Igen, az idő múlása nagyon foglalkoztat regényíróként, és azt hiszem, hogy ez többek között abban is látszik, hogy más és más módokon telik az idő a regényeimben, de én azt tapasztalom, hogy a való életben bárkit megkérdezünk, ugyanerről tud beszámolni, hogy bizonyos pillanatokban lassabban, máskor pedig gyorsabban szalad az idő. A női történetek pedig onnan jönnek, hogy az ember nyilván él, és a saját életében egyrészt megtapasztal, másrészt hall és megismer olyan történetek, amiket el szeretne mesélni, szeretne továbbadni. És vannak olyan univerzális, mindig érvényes történések, amelyek akár 200-300 évvel ezelőtt is megeshettek volna. Nyilván a megfelelő történelmi környezetbe helyezem őket, de ettől még univerzálisak és mindannyiunknak fontosak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a női lét alapkérdéseit írja meg, akkor az nagyon fontos, hogy a fikciókon túl megvan a valóságos történet, és ezt egészíti ki a fikciókkal. És így aztán az a fajta gondolkodásmód, ami egyébként a hétköznapokon is jellemzi, ünneppé teszik egy könyv megjelenését. Így van. Egyrészt alkalmam van arra, hogy a történelmi eseményeket megmutassam egy kicsit más szemszögből, ha úgy tetszik, alulról, nem a híres emberek, nem a nagyon fontos emberek nézőpontjából, ezzel ugye a művelődés történet oldaláról. Másrészt pedig az embernek módot nyújt ez a kitárulkozásra is, például a kőkövön utolsó fejezetét nem titkoltan a saját fájdalmaimmal is megtöltöttem. Ugye egy kritikus azt mondja, hogy hősei a férfiak által kormányzott mindennapokban csendesen asszonymódra szövegetik a szálakat. Azért, tehát itt van valóság és van fikció, ami kézenfogva jár. Igen, hát a nők nagyon sokáig nem voltak abban a helyzetben, vagy sokkal kevésbé voltak abban a helyzetben, mint a férfiak, hogy befolyásolni tudták volna a történelem menetét, vagy akár ugye Anonymusra utalva mondhatnám azt is, hogy
a történetek lejegyzésében sem volt akkora szerepük, nem volt lehetőségük ugye elmesélni az ő történeteiket. Nagyon sokáig női írókból is rendkívül kevés volt. Eljött most a mi időnk, mondhatom így, nem vagyunk mások, nem vagyunk jobbak, csak van egy sajátos szemszögünk, ami egy kicsit különbözik a férfi nézőponttól. Ez a különleges világlátás az mennyiben segíti, hogy mindig olyan történetet találjon ki, ami az olvasó számára is vonzó? Hát remélem, hogy az olvasó számára vonzóvá válik a történetem. Én inkább azon igyekszem, hogy hiteles legyen, egyrészt történelmileg, másrészt emberileg az, amit leírok, még akkor is, hogyha nyíltan és vállaltan nagy része fikció, hiszen honnan is tudhatnám, hogy merre nézett negyedik Béla éppen akkor, ugye? Ezt rám van bízva, hogy kitaláljam. Ugyanakkor az emberi értékek és a lényeg az akkor is kijön, hogyha sok a fikció a regényben. Egy kicsit beszéljünk az Anonymusról. Tehát ez egy olyan kötet, ami azt hiszem, hogy méltán megérdemli. Ugye itt a sólyom szárnyat bont, és a sólymok fellege. Ez egy kétkötetes mű, és merően új meglepő megközelítésből. Ez mit jelent ez az új megközelítés, hiszen mi Anonymusról annyit tudunk, hogy a történelem bizonyos időszakát most is az ő jóvoltából ismerjük. Igen, már a regény borítójából is kiderül, hogy Anonymus nálam egy nő. Ez csupán egy gondolati játék, hogy ha nem ismerjük, ha nem tudjuk a nevét, játszunk el ezzel a gondolattal, hogy akár nő is lehetett volna. A regényben számtalan, vagy hát több indokot is hozok arra, hogy vajon miért lehetett ő nő, de igazából nem ez a lényege a történetnek, hanem az, hogy bemutassak egy középkori figurát a korabeli Esztergomban, aki szeret solymászkodni, aki akár meg is írhatta volna a Gesta Hungarorumot, és ha véletlenül ő egy nő volt, akkor ő az én Perka nevezetű hősöm. Tehát a történelmi tények azért megmaradnak teljes egészében, csak itt más megközelítésből mutatjuk meg, vagy ismerhetjük meg, mint például őt. És hát itt van előttem a kék imágó. Pörgős és vicces, sosem tudtam meg még ennyi érdekeset egyetlen könyvből, írja Mira. Mutatom. No, és ez egy díjnyertes kötet, a Cool Selection jóvoltából. Ezek novellák. Nem, ez egy regény. Ez maga a regény. Igen, ez egy regény. És hogy épül fel, és miről szól? A Kék Imágó a regényes természet pályázat ihletésére született a karantén idején. Az volt a feladat, hogy írjunk 12-14 éves korosztály számára egy olyan regényt, ami cseppet sem didaktikus, és a természetről, a természetjárásról szól ennek a korosztálynak. Hát akkoriban az embernek sok ideje volt, és én amúgy is nagyon szeretem a természetjárást, illetve a természet apró körülöttünk élő lényeit, és úgy éreztem, hogy hát ha Arany Jánosnak nem volt ciki, ugye pályázatra írni, nagy pénzdíjas pályázatra, akkor ezt én is vállalhatom. Így született a Kék Imágó, végül én is az egyik nyertes lettem, ennek köszönhető, hogy végül a könyvmolyképző kiadó gondozásában megjelent ez a regény. A főhőse Hanna, egy 13 éves kislány, akinek a telefonján megjelenik egy applikáció, és ráveszi arra szépen finoman, hogy a fotelban ülés helyett kimenjen a természetbe, és különféle kalandokat éljen át. Ami még különleges a regényben az, hogy amikor a kis olvasó végigolvassa, és átéli Hannával a kalandokat, akkor egy saját kihívást talál a végén, tehát megtalálja a saját feladatait, úgyhogy ő is elindulhat, és megoldhatja azokat. Tehát ez egy ízig-vérig 21. századi történet, hiszen Hanna egy nap arra ébredt, hogy telefonján megjelent egy új rejtélyes applikáció, a Kék Imágó. Fantasztikus. No, még egy kötet van, amit nem tudunk megmutatni, de én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindenkinek, méghozzá, mert hogy ugye Botticellit ismerve, és Botticelli szerelmei a könyv címe, Hársfa Kánon. Ez mit akar ez az alcím?
Botticelli szerelmeiről annyit érdemes tudni, hogy Esztergomban, Vitéz Jánosnak a dolgozószobájában felfedeztek egy freskót, amely a négy erényt ábrázolja, és úgy tűnik, a művészet történészek úgy vélik, hogy ez nagy bizonyossággal Sandro Botticellinek az alkotása. Esztergomban ott egy igazi Botticelli kép, méghozzá az erényeket ábrázolja, ez egy regényírónak remek, nem tudom, táptalajt nyújt, úgyhogy én ezért választottam ezt a regényemnek a háttereként. Valójában a Vitéz udvart szerettem volna bemutatni, ezt az esztergomi reneszánsz nyüzsgés, rengeteg tudós megfordult akkoriban, ugye Mátyás király udvarát sokan megénekelték már, de Vitéz János, és ugye ez ugyanaz a kör, udvara kevésbé ismert. És az, hogy egy ilyen szintű művész ott volt akkoriban, ez szerintem nagyon izgalmas felvetés és kérdés. Úgyhogy én ezt bontolgattam. A hásfa pedig onnan lett, hogy szeretek választani egy-egy motivumot, amit végigviszek a könyvön. Ebben a könyvben ez a hásfa lett, amelynek mindenféle használati módját igyekszem megmutatni, tehát egyféle metafora lesz belőle. Azon gondolkodom, hogy talál időt magának, hogy írjon, és ráadásul ilyen fajsúlyos köteteket, mert hogy ugye két helyen is első számú vezető, emellett nagyon sok nyilván, mivel a történelmi regényírók társaságának tagja, tehát vannak különböző programok ezen felül is, ráadásul nyilván rengeteg íróolvasó találkozó, és ott van a két gyermeke. Mikor jut ideje írni? Én hajnalban szoktam írni, hajnalos típus vagyok, tehát mielőtt még bárki fölébred a családban, azelőtt én leülök, és írok egy-másfél órát, így azért naponta van lehetőségem írni. Hétvégente, tehát a szabadidőmet tulajdonképpen az írás teszi ki, ez a hobbim, nem úgy élem meg, hogy jaj, írni kell, hanem ez az öröm, amikor leülhetek és írhatok. A népszerűség, illetve a megerősítést hoz? Nagyon érdekes találkozni az olvasókkal, érdekes, hogy mit gondolnak arról, amit én leírok, és hogy ő bennük hogyan jelenik meg ugyanaz a történet. Másképpen értékelik a hősöket, és ez nagyon tanulságos a számomra, sokat épülök ebből. Tudjuk, hogy mostanság, aki tervet mond, esetőségre gondol csak, de ez önnél nem így van, bizonyos vagyok benne. Milyen tervei vannak? Most nagyon jó időszak következik az életemben. 3 hetet töltök Vajszlón, az írórezidencián, a következő könyvemet írom, aminek hát még csak munkacíme van, Szépségek címen fut, az esztergomi tatárjárás dolgozom föl benne. Jókai Mórnak van egy novellája, amely ezzel foglalkozik. Én egy picit hosszabbra, bővebb lére fogom ugyanezt a történetet ereszteni, ugyanakkor más-más szálakat hozok majd be, úgyhogy bízom benne, hogy méltó lesz a Jókai örökséghez. Nos, hát akkor én azt kívánom valamennyi olvasónak, hogy minél előbb kézbe vehesse ezt az újabb kötetet, és hát önnek pedig én azt hiszem, hogy mi mást kívánhatnék, mint hogy ez a folyamat ne szakadjon meg semmiképpen, és kápráztasson el bennünket, hiszen ez egy olyan misszió, mondom én, ami példátlan egyik oldalról, másik oldalról megerősíti a nők társadalmát, hogy nem csak férfiakból áll a világ és a történelem. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt az utat folytassa mindannyiunk örömére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták, a vendégem Smörcz Margit volt, aki íróként, illetve az Esztergomi Városi Könyvtár és a Kapcsolatok Háza igazgatójaként is nagyon sokat tesz az irodalomért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.